Az MTK a Békés Csabát fogadta Dunaújvárosban. Tiám cselezget, majd Nikács elé kerül a labda. Nikács még, vezet az MTK. Az 51. percben Darko Nikács a gólszerző. És hiába támadtak 50 percen keresztül a vendégek. Egy sorsszerűségnek köszönhetően a hazaiak szerzik meg a vezetést. Nikács, fogalmazunk úgy, hogy szemfüles, hiszen jó időben jó helyen tartózkodott, és az ittszert sem hibázza el. Srestik húz el a bal oldalon, az első beadásába még beleérnek, majd visszagurítja a labdát, és egy fantasztikus gól a 66. percben. Gera Dániel megszerzi első NB1-es találatát. Itt még Vaskó közbe tud avatkozni, Srestik aztán felnéz, visszagurít, és egy kiváló tekerés, jobb belsővel a hosszú felső sarokba. Poleksics tehetetlen. Aztán a 93. percben jön egy újabb gól, Hajdu Ádám teker. Az MTK úgy néz ki, csak nagy gólokat tud szerezni itt a második fél időben. Hajdu is az első NB1-es gólját szerzi. Nem passzol, inkább befele cselez, és bal külsővel rúgja el a labdát. Erre nem sokan számíthattak, így 3-0-ra győz az MTK végül.